Köszöntöm kedves nézőinket, Önök Heti Plusz című műsorunkat látják. Búcsútint az ősz a nyárnak címmel rendezte meg a Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület 10 éves jubileumi nótaestjét 2018. október 13-án. Az ünnepi esten az Egyesület tagjai mellett az Egyesület névadója Lente Lajos is fellépett. Mai műsorunkban a nótaestről készült felvételünk második részét tekinthetik meg. A második részben operett, örökzöld dalokat hallhatnak az énekesektől. Kedves közönségünk, tehát fogadják nagy szeretettel a színpadon Pomázi Lászlót, az örök ifjú Mészáros Sándort, akinek isteni pálinkája van, Nagyné Szabó Katikát és Kisné Zsuzsikát, a kerület pacsirtáját. Akivel együtt vagyok 52 esztendeje, a feleségemnek, és nagyon nagy szeretettel köszönöm fogadni. Oh.
Fogadj el egy jó tanácsot tőlem, a szívedre hallgass csupán. Thank you.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, műsorunkat operett részletekkel folytatjuk, melyet Püspök Ladányi vendégeink fognak előadni. Juhászné Orbán Marika, Szénási Szűcs József és Juhász József. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Nem él jobban Kínában sem a kínai császár, mint amikor a szívemre a búdának rászál. Magamat nem nyugtatom, szívemet sem tudtatom. Három gödörpes gém mellé csak a cigány odatom. A csikorgós kedvén támog, csak ezt thank you.
kicsi lány, ides is, amit hoztunk valami, ad egy tiszta dolog. És csak rám nem férfi tovább, nehogy is teremti tromfál. Ilyen férfi a kroppon ritkál, vagy esetleg ilyen több nincs, aki érti a tisztelem könnyű titkát, megbecsülendő. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a víz. Te rongyos élet, bolondos élet, leszakni róla is nem ilyen nehéz. Én zajt ne üss, veszi ő édes is, amit várnak fölök, az estét. Köszönjük szépen ezt a fergeteges hangulatot. És hadd mondjam el, hogy engem nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ilyen sok csoport, ilyen sok remek csoport van. Hajdinálásom például most 3 napos turnén volt, ha mondhatjuk így Mezőkövesden a Naná Színház, ahol mondhatom bátran, hogy hatalmas sikert arattunk, és másnap a Zsóri fürdőbe, a medencébe kaptunk egy beutalót, ott 4-en fürödhettünk, és mikor megtudták, hogy Hajdunánásért vagyunk, akkor megkérdezik, tudják, hogy Hajdunánáson milyen csodálatos strand van? Hát mondom, úgy sejtem 50 éve. És azért én a beszélgetések közben hallottam egy viccetet, gyorsan megosztom önökkel. Bergen Góciában a királynak van 3 lánya. És amikor eladó sorba kerülnek, akkor ott olyan szokás divat, hogy a koronájukra vésnek egy feliratot a király kisasszonyoknak, hiszen körbe, már eladó sorban vannak, a körbe lévő államokban a királyokban jönnek leány kérni, és a tulajdonságaikról vésnek egy feliratot a koronájukba. Megkezdődik a próba, a legidősebb király kisasszony kap egy igen kemény diót, a király kisasszony ránéz, majd az öklével rap! Azonnal összeroppantja a kemény dió. Fölvésik a koronájára, vasökő! Bizonyára az egyik leszármazottja, vagy ő se lehetett a vaslégi. Második király kisasszonynak is odaadják a kőkemény diót. A király kisasszony ránéz, és a fogával porráz, roppantja, egy roppantás. Fölírják a feliratot, vasfog. Jön a legkisebb király kisasszony, nézi a kőkemény diót. Ide tesz a térde közé, aztán hapsz, egy roppantással összeroppantja a diót. Mit gondolnak, mit írtak a koronára? Isten óvja a királyt! Köszönöm szépen! És folytassuk! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a színpadon Országné Incit és Kozákné Marikát. Fogadjuk őket is nagy szeretettel! Thank you.
Köszönjük szépen! Műsorunkban a következő két énekes hölgyet konferálom fel, akik szintén szép melódiákkal lépnek a színpadra, fogadják őket nagy szeretettel, Nagyné Margitkát és Toronyainé Zsókát. Csöndes éjszakák, hallgatom a vágy dalát, s hozzád kergetem.
Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm a színpadon a Lente Lajos művész urat. Zenekar, Lente Lajos művész úr, egyesület tagjai és a meghívott énekesek Juhászné Orbán Marika, Juhász József és Szénási Szűcs József. Vége már a Dálidónak! Yeah.
Hogy itt lehettünk. Sok egy szeretettel összevérek, jól éreztük magunkat. Köszönöm szépen, én is megköszönöm a püspökladányiaknak, hogy a meghívásunkat elfogadták, és itt voltak, és mulattattak bennünket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba, új összeállítással jövő hét kedden jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!